A kocsi raktere alól az alvázon kialakított rejtekhelyen bújtak el a migránsok, akik a Dunaföldváron megállított teherautón utaztak. Az életveszélyes kalandban összesen 5 önmagukat szírnek valló férfi vett részt. Az összehangolt akcióban a Tolna megyei rendőrök mellett a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai is részt vettek. A sofőr lengyel volt, 5 embercsempészéssel gyanúsították meg. Az autó vezetőjét, egy lengyel férfit kollégáim őrizetbe vették, és vele szemben embercsempészés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Nem sokkal később még ugyanaznap egy másik teherautót is megállítottak Dunaföldváron a rendőrök. További információ volt arra, hogy a tehergépkocsi vezetője nem egyedül közlekedett, és nem egyedül próbálta meg az illegális migránsokat külföldre csempészni, ezért kollégáim Dunaföldvár belterületén megállítottak egy szintén magyar rendszámú tehergépkocsit, melynek szintén lengyel sofőrje volt. Ezt a férfit is kollégáim elfogták, előállították, őrizetbevétele mellett pedig gyanúsítottként hallgatták ki embercsempészés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A nyomozók szerint a később elfogott férfi az utat biztosította a mögötte haladó migránsokat szállító teherautónak. Ha a két embercsempészről bebizonyosodik, hogy bűnszervezet tagjaiként dolgoztak, akkor akár 8 év börtönbüntetést is kaphatnak.